Egy szóban sémák, két szóban lelki sémák. Bizonyos dolgokat talán könnyebbé tesz, talán leegyszerűsít az, hogy nem is gondolkodik. Ugyanazon az utcán megyünk végig, ugyanúgy, és így tovább. Gyakran figyelmeztetnem kell magamat arra, hogy ne ugyanúgy csináljam, ne ugyanúgy döntsek, ne ugyanúgy válaszoljak. Elég nagy szívás embernek és emberen belül nőnek lenni, mert lelki tuságban veszel részt, de ha ember vagy és nő vagy, és zeneszerző vagy, akkor legalább írsz egy albumot belőle. Azt vettem észre, hogy egyre szélsőségesebb vagy sokszor, egyre jobban olyan, mintha azt mondod, hogy a rock and roll az egy állat, és ezt az állatot én be akarom habzsolni úgy, ahogy van. Vagy magadat próbálgatod, vagy az életed határaid. És akkor fölmentem, és azt mondtam, hogy most már inni fogok, most már káromkodni fogok, szexről fogok beszélni, és kipróbálok dolgokat. Ez jó fenyegető hangzik, ez az életcsapda. Az élet sokszínűsége, az életnek az ízei, az A-tól Z-ig van, és mindig kiderül, hogy A-tól Z után még vannak betűk. De közben az a nehéz, hogy múlik az idő. Minél agresszívebb valaki, én annyira megsajnálom őket, mert mennyire borzasztó lehetett neki. Mondjuk azért, mert valaki nem ölelt meg minket a megfelelő pillanatban, vagy nem figyelt ránk, vagy gúnyosan beszólt nekünk, akár a saját szüleink valahogy szemét módon kritizáltak minket? Mindannyiunkban van egy belső szülő, tehát ez a bennünk lévő szülő, ez lehet kritikus, lehet elégedetlen, lehet félelemkeltő, lehet büntető szülő. Az ember kimegy ide Rákóczi útra, és az édes anyjával elküldik egy közlekedési szituációban, akkor nem azon gondolkodsz, hogy a másik milyen transgenerációs és sémahordozó áldozatként ül az autójában, hanem az, hogy mindjárt kiszáll onnan, hogy pofán ver. Ha ezt érzem, akkor én gyenge vagyok. Mindenki számára lehetséges, hogy egyszer csak elővegye a lelki ninja kardját, és levágja magáról azokat a sémákat, amelyeket kvázi, mint egy óriási malomkő akaszt a saját nyakába. Szerintem az életnek semmi értelme nincs, hanem vagy szabad. És a szabadság az egyenlő a játékhoz való jog, és a játék az egyenlő a mások nem bántásával az élet megélése a maximumon.